Én nagyon jól éreztem magam, hát akusztikus koncertek közül ez volt a legkomfortosabb, de most ezt tényleg komolyan mondom a saját értékelésemben. Én szintén jól éreztem magam, sziasztok! Én már a másodízben itt a 8-as stúdióban nagyon nagy örömmel fogadtam, és nagyon kedves, kis hangulatos koncert volt. Na, hatalmas élmény tényleg ide bejönni, az egésznek a feelingje nagyon érdekes. 10-es skálán úgy éreztem, hogy 8-as, de ez nálam nagyon jót jelent. Nyilvánvalóan, mivel hogy akusztikus koncertről van szó, ezért a visszafogottabb számok voltak előtérbe helyezve. Én megmondom őszintén, hogy bár későn kapcsoltam, ugye itt a csapat már összepróbálta, hamarabb összepróbálta, én csak később kapcsolódtam be a próbákba. Én odabaszósabb bulit csináltam volna, tehát egy kicsit pörgősebbet, de hát azt láttam, hogy a közönség is élvezte ezt, tehát ezzel nem volt probléma. Jamie-vel nagyon sok koncertet játszottunk együtt, egészen azóta, amióta együtt dolgoztunk stúdióban, hiszen ő vele már a második lemezt együtt csináltuk, az Eső napot, és összesen pedig, vagy három lemezt minimum, így van. Tehát vele dolgoztunk, folyamatos munkánk volt vele. Kondela Krisztián, igen. Nagyon jó barátunk, és persze emellett kongázik, és hát percussion dolgokkal foglalkozik, és kéznél volt, elővettük, és segített. Nagy Black Hole rajongó is, szereti a számokat, tudja is, úgyhogy nem kell sokat tanítgatni, úgyhogy ő magától megtanulta a dolgait, és akkor meghangszereltük közösen, és így adta magát a helyzet. Állat vagyok, ami enni kér, ember, ami... Eredetileg egy Quimby számot dobott fel a Kova, és mivel az is ilyen akusztikus hangszerelésű történet, és azok nagyon jól el vannak az a játszva, tehát igazából nem tudtunk volna sokat szerintem hozzátenni, inkább elvenni belőle, vagy nem tudom. Gondoltam, hogy egy rock számot, meg egy tempósabb számot, egy keményebb hangvételű dalt átöltöztetni akusztikusba sokkal nagyobb flash vagy érdekességképpen üthet a hallgatók számára. A Tankcsapda pedig természetesen azért, mert hát egy ikonzenekar és nagyon régi, nagyon jó barátaink, szeretjük a Tankcsapdát. Valójában az az érdekesség a dologban, hogy véleményem szerint szét sem mentünk, igazából amikor két és fél évvel ezelőtt, vagy nem tudom most már mennyi, és följött ez a téma, hogy az volt először felvetve, hogy pihenjünk. Van ilyen a zenekarok életében. Az más kérdés, hogy annyira tűkönül a Szabi, hogy nem tudott pihenni, és ezért egy másik formációban tovább ment ugye egy darabig a Blackout. Nem zajlott igazából olyan attraktív, intenzív munka, közös, személyes élményeink is egy kicsit megfakultak. Eltelt ennyi idő, és én azt gondolom, hogy például ez a koncert is bizonyította azt, hogy azért együtt van ez a társaság, tehát szeret együtt zenélni. A mi személyes kapcsolataink is, én azt gondolom, egy új erőre, új színben vannak, úgyhogy igazából persze, hát nem együtt maradunk, persze. Ahogy Isten is akarja, együtt fogunk játszani, valószínűleg lesznek majd új számok is, új lemez, most a mai világban már, amikor már nem vesznek az emberek lemez, most ennek nincs is jelentősége, 3-4 új szám egy évben, és szerintem ugyanott vagyunk, mint hogyha lemezt írnánk egyébként.
Mi vagyunk a Blackout, ez itt pedig az MR2 Akusztik. Köszönöm.